Csillagpont Hírek! A Csillagpont Rádió hírműsora. Jó légkör, pénzkereset, idén is sokan jelentkeznek nyári diák munkára. A nagycsoportos óvodások is kedvezményesen kaphatják meg a bárányhimlő elleni vakcinát. Nemzetközi alkotótáborral fejeződött be a Magyar Vagyok Határtalanul ellenvezésű program a Komlós Tetői Általános Iskolában. Köszöntöm Önöket, Önök a Csillog. Rádió híreit hallják 2017. július 14-én, pénteken 16 óra 30 perc kor a szerkesztőtől Kecskésákostól. Több mint 420 diák dolgozik idén nyári munkán a Miskolci Polgármesteri Hivatalban. A különböző a kormányzati cégeknél, valamint a Miskolc Holding tagvállalatainál. Számos területen kipróbálhatják magukat azok a fiatalok, akik diák munkát vállalnak. Vannak, akikhez az administratív munka közelebb, ők főként a polgármesteri hivatalban végzik teendőiket. Kocák Szilvia sajtószóvivőttől a minap.hu megtudta, utas számlálói, teremőri feladatkörben is el tudnak helyezkedni a munkára vágyó diákok, emellett nyári táborok felügyelőiként is jeleskedhetnek. Összesen 62-en dolgoznak a polgármesteri hivatalban, idén-nyáron július 1-e és augusztus 31-e között három turnusban. Az első kettőben 27-27, a harmadikban 8 fő végez majd munkát. Barta Eszter, az MVK ZRT PR főmunkatársa arról tájékoztatott, hogy náluk idén a buszok és a villamosok takarításában is segítkeznek diákok. Érdekes és meglehetősen pozitív, hogy az itt dolgozó diákok milyen szemléletváltáson mentek keresztül, mondta. Sokkal felelősségteljesebben utaznak és jobban odafigyelnek a járművek tisztaságára, magánszemélyként is. A nagycsoportos óvodások is kedvezményesen kaphatják meg a bárányhimlő elleni vakcinát. Sok szülő dönt a védőoltás mellett, a bárányhimlő ugyanis súlyos szövődményekkel is járhat. A minap.hu által megkérdezett gyermekorvos szerint sem indokolt, hogy a gyerek átessen a bárányhimlő. A védőoltást az önkormányzat is támogatja. Az első osztályos gyerekek után a nagycsoportos óvodások is kedvezményesen kaphatják meg a bárányhimlő elleni vakcinát nyáron a gyerekek megbetegedése nem jellemző, kivéve a bárányhimlőt, ami bármelyik évszakban megjelenhet. A Miskolci Bacsányi János óvodában egyre kevesebb a bárányhimlős gyermek, a szülők ugyanis inkább a védőoltást választják. Három hónapja egy kampány is indult, amiben a szülőket felvilágosították arról, hogy hogyan lehet megelőzni a bárányhimlőt, és ha bekövetkezik, mi a teendő. Úgy gondolom, a kampány hatékony volt, az óvodában nem nagyon fordul elő ez a betegség, mondta Petránné képes Gizella óvodavezető. Évente 35 40 ezer gyermek kapja el a bárányhimlőt Magyarországon, jellemzően 2 és 8 év közötti gyerekeket fertőz meg. Szövődmény csak 2, illetve 6 százalékoknál fordul elő, de a gyermekorvos szerint nem éri meg kockáztatni. Semmi előnyét nem tudjuk annak, ha valaki átesik a betegségen, mondta Simkó Róbert a házi gyermekorvosok Borsodabói Zemprém megyei szövetségének elnöke. Sokkal jobb a betegséget elkerülni és úgy válni védetté védőoltással, mint hogy átesik az ember a megbetegedésen. Gyermekkorban nem súlyos betegségről van szó, de viszonylag sokáig tart. A hatékony védelemhez két oltásra van szükség, amit legalább négy hét különbséggel kell beadni. Az önkormányzat korábban az első osztályosok bárányhimlő elleni védőoltását támogatta, hamarosan pedig a nagy csoportosok számára lesz olcsóbb a vakcina. A két oltás költségeinek csak egy harmadát kell a szülőknek fizetniük. Eközben tombol a kullancs szezon. Évről évre visszatérő problémát jelentenek, de az élősködővel szemben még mindig sok a tévhit. Az egyik, hogy meg kell várni az orvost, pedig ezzel ellentétben a kulcs épp a gyorsaságban rejlik. Akár otthon csipesszel, krémek használata nélkül kell kirántani az élősködőt a bőrből. A kullancsok évente több ezer embert fertőznek meg Lyme korral. Ezen a nyáron is sok programmal várják a gyerekeket a Miskolci Sportcentrum táborában, ahol nem csak nappal zajlik az élet, különféle játék terveznek éjszakára is. A mászás a legnagyobb sláger, ami mindig biztonsági felszereléssel történik, de a kalantábor dolgozói egyéb veszélyekre is odafigyelnek. A fás környezetben ugyanis a kullancs gyakori vendég. A kullancs csípés vírusos agyvelő és agyhártya gyulladást, illetve lyme okozhat. Előbbi védőoltással előzhető meg a lyme elleni védekezésnek viszont egyetlen módja a kullancs csípés elkerülése. Szirai Ágnes a Borsodabói Zemplén megyei központi kor Kórház, akkorház bőrgyógyászati osztály adjuntusa felhívja a figyelmet, hogy a kullancsot minél hamarabb célszerű eltávolítani, ugyanis a Lyme okozó kórokozó 24 óra vérszívás után a kullancs gyomrából kerül az emberi szervezetbe, ezért a bőrgyógyász szerint nem kell az orvosra várni, egy csipesszel, gyors mozdulattal ki kell rántani a kullancsot a bőrből, úgyhogy potrohát lehetőleg ne nyomjuk meg. Az orvos szerint az se baj, ha a feje benn marad, de a kullancs nem csak az emberre jelent veszélyt. Azok számára, akik négy lábú kedvenceiket szeretnék megóvni az élősködőtől, jó hír, hogy Magyarországon a forgalmazott kullancsjeleni nyakörveket bátran lehet használni, a nébik legutóbbi vizsgálatán ugyanis mindegyik megfelelt az előírásoknak. Nemzetközi alkotótáborral fejeződött be a Magyar vagyok határtalanul elnevezésű program a Komlós Tetői Általános Iskolában Miskolcon. A táborban a gyerekek képzőművészeti foglalkozásokon vettek részt, és megismerkedtek a város nevezetességeivel. A rendezvény sorozat kiállítással fejeződött be, melyen a kisiskolások alkotásait mutatták be. A Komlós Tetői Iskola immár ötödik alkalommal hirdeti meg a rajzpályázatot és az ahhoz kapcsolódó alkotótábort. Hollógyulát, a program korábbi szervezőjét hallják. A Komlós Tetői Általános Iskola 2012-től szervezi a Magyar Vagyok Határtalanul rajzpályázatot. Illetve ettől az évtől már kiegészítettük ezt a rajzpályázatot egy alkotó táborral is, ami nemzetközi vélet azáltal, hogy a határon túli gyerekeket is meghívtunk a táborba, természetesen a díjazott gyerekeket. Úgyhogy most tulajdonképpen ötödik éve annak, hogy itt a Komlós Tetőiskola Iskola rendezi ezt a tábort is, most jutottunk el oda, hogy a, a, az alkotó tábornak van a záró rendezvénye, a kiállítás megnyitó. Évről évre a március 15-e alkalmából megrendezett kiállításnak a díjazottjai vesznek ezen a táboron részt, határon túli gyerekek és Miskolc város iskoláinak a díjazott gyermekei is, és hát a kiállítást azt évről évre a város március 15 ei rendezvénysorozat nyitó rendezvényeként a művészetek házába tartjuk meg, az idén is ott tart. A rajzpályázatra idén 164 alkotás érkezett határainkon kívülről, romániai, szerbiai és szlovákiai iskolákból, valamint Kárpátaljáról. 26 oktatási intézményből 40 alkotást díjazott a szakmai zsűri. Az alkotótábor célja, hogy a magas szintű képzőművészeti és kézműves foglalkozásokon kívül a gyermekek megismerkedjenek Miskolc és a bükk szépségeivel, nevezetességeivel. Köszönöm a figyelmet, Önök a Csillagpont Rádió híreit hallották. Csillagpont Hírek. A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanás támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.